first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one. Benedek Tibor, Csollány Szilveszter, Güttler Károly, Storz Botond, néhány olyan világhírű magyar sportoló neve, akik az újpesti Bródy Imre gimnáziumban végeztek. Az intézményben emellett dráma, média és nyelvtagozat is működik. Arról, hogy miért érdemes a Bródyt választani, Ilauszkiné Varga Enikőt, az újpesti Bródy Imre gimnázium és általános iskola intézmény vezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a stúdióban, szeretettel! 120 éves múltra tekintenek vissza, majdnem 120 éves múltra tekintenek vissza, de a sport mikor lett ennyire kiemelten fontos? Az intézményünk tényleg nagy múltú intézmény, ahogy említette, elég régi, igazából 1902-es építésű épületről beszélünk, és a jelenlegi állapotában a Bródy Imre gimnázium 2008-ban vette föl a jelenlegi arculatát, amikor egy általános iskola és egy gimnázium összevonódott, konkrétan a Bródy Imre gimnázium és a Langrett Valdemár általános iskola. A Bródy Imre gimnázium költözött az általános iskola helyére, de ez a gimnázium már foglalkozott sportolói tanulókkal, tehát igazából 2008 előtt már egy osztállyal dolgoztak az ott tanító pedagógusok, úgyhogy elég régóta járnak hozzánk, és az az egy osztály kinőtte magát, hiszen jelenleg kettő osztállyal tudunk tanulókat fölvenni. És mikor és miért döntöttek úgy, hogy két osztályra növelik a sporttagozatot? Egészen egyszerűen nagy volt az érdeklődés. Tehát annyian jelentkeztek, hogy úgy gondoltuk, hogy mivel kapacitásunk is van rá, szaktanáraink is vannak, helyünk is van, miért ne? És igazából ennyire egyszerű volt az oka. Hogy néz ki a gyakorlatban az oktatás a sporttagozaton? Nyilván a diákok versenyekre járnak, edzésekre járnak a legkülönbözőbb időpontokban, a világ legkülönbözőbb tájaira, hiszen igazolt versenysportolók így van, is vannak közöttük. Így van. Hogy lehet követni egy pedagógusnak ezt a rendet? Hogy tudja egy diák követni a tanulnivalót, a magyar, matekot, biológiát, kémiát, fizikát? Igen, ahogy említette, hozzánk olyan tanulók járnak, akik versenyszerűen sportolnak, tehát leigazolt versenyengedéllyel rendelkező diákok, és elég magas... Mindegyikük egyébként? Mindegyikük. Tehát hozzánk csak ilyen tanulók jöhetnek, csak ilyen tanulókat veszünk föl. Nem nálunk tanulják a sportot, nálunk csak normál, idézőjelben normál testnevelés órát kapnak, hanem az egyesületeknél sportolnak. Visszatérve a kérdésére, igen, elég vegyes a felhozatal, hiszen ezek a diákok nagy része, a diákoknak nagy része már reggeli edzéssel kezdi a napját akár. Bejön az iskolába, ott részt vesz a tanórákon, és utána pedig... 8-ra be is ér a suliba? Igen, előfordulhat, hogy nem jön be 8-ra, mert nem tud bejönni, hiszen edzése van. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, megbeszélés tárgya persze, hogy egyéni haladást biztosítunk a tanulóknak, tehát kikérővel részt vehet az edzéseken, amit a szakosztály, az edző és az iskola, és persze a szülő, hiszen ezt a hármas egységet mindig figyelemmel kísérjük, nyomon követjük, hogyha ezeket a megbeszélés tárgya szerint betartja a sportoló, akkor fél évre mindig engedélyezzük ezt, hogy egyéni haladással végezze nálunk az iskolákat. Persze, és az órákra való részvétel teljesen kötelező, de be tudja pótolni a diák, hiszen rengeteg eltanyagot tudunk neki biztosítani, felzárkózási lehetőséget, és a tanáraink, képzett pedagógusokról beszélünk, akik nagy részt sportolói múltra tekintenek vissza, erre azért figyelünk, és tudják, hogy milyen módszerekkel kell ezeket a diákokat fejleszteni, esetlegesen felzárkóztatni. Milyen módszerekkel kell ezeket a diákokat fejleszteni, felzárkóztatni? A sportiskolai iskola révén, a sportiskolai kerettanterv szerint dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a normál iskolai órák mellett ezeknek a diákoknak különböző speciális sporttal kapcsolatos tantárgyaik is vannak. Azt hiszem 8 féle egyébként, csak 1-2-t, ha megengedi, sportpszichológia, sportetika, edzéselmélet, tanulás, módszertan, és még sorolhatnám. Ezeket a tárgyakat a diákok a 4 év alatt sajátítják el, és a tanárok módszerei vegyesek.
kezdhetném itt a projektmódszernél, az egyéni felkészítésnél, különböző digitális eszközök használatánál, és ahogy említettem, a honlapon rengeteg anyagunk, tananyagunk fönt van, tehát megtalálható. Ha például a diák elmegy egy külföldi edzőtáborba, külföldi versenyre, vagy egy magyarra, igazából ilyen szempontból teljesen mindegy, elérhető számára az anyag. Mit tapasztalnak, hogy azok a diákok, akik ennyire a sportra, a versenyekre, az edzésekre fókuszálnak, mennyire ülnek le szívesen a közismereti tantárgyak mellé? Ez változó. Változó egyébként, hiszen azt azért el kell ismernünk, és hát tudjuk, hogy a sportolók iszonyúan le vannak terhelve. És egy nap csak 24 órából áll. Tehát rengeteg energiát, így van, rengeteg energiát felemészt az, hogy a pályán, az edzéseken, a versenyeken teljesítsenek, mind fizikai és mind szellemi az energiát biztos. Igazából igényel. Nehéz dolog egyébként, de a nagyon-nagyon jó sportolók, magas kvalitású sportolóknál nincs igazából gond, én azt gondolom, tehát egészen jól teljesítik a tanulmányaikat. És hát persze a végkimenetel az érettségi, azt azért meg kell említenem, hogy az érettségén ezek a sportoló diákok meglepően összeszedettek, meglepően jól tudnak koncentrálni. Hát nem véletlenül, hiszen a pályán is ezt kell végezniük. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy a cél ugye számukra is mindenképpen a továbbtanulás. Így van. Hova szoktak menni továbbtanulni? Egyértelmű, hogy a testnevelési egyetem. Igen. Emeltszintű érettségét nagyon sokan választanak. Ugye a bejutási feltétele, hogy egy emeltszintű érettségét tegyenek a diákok, és nagy részt meg is csinálják, és jól teljesítenek. És szívesen emlékeznek. És szívesen emlékeznek, a Brodyra. Drámatagozat. Hát ez a másik nagyon-nagyon érdekes dolog. Mi a cél alapvetően ezen a tagozaton? Az, hogy a diákok a színjátszás csinyát, binyát elsajátítsák, vagy az, hogy a drámajáték eszközeivel, módszereivel nagyobb önismeretre tegyenek szert, vagy nagyobb világismeretre tegyenek szert? Így van. Inkább a második, amit említett. Tévesen gondolják azt, hogy ez egy színészképző. A drámatagozatunk nem színészképző, drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak a kollégáim, és így van, önismeretre tanítanak, kifejező készségét, a kommunikációs készségét fejlesztik a tanulóinknak. A drámapedagógia pedig lehetőséget biztosít, és szinte minden tantárgyban lehet ezt alkalmazni. Persze itt is vannak speciális tárgyaink, mint a drámatörténet, a drámaművészet, színháztörténet és a beszédtechnika. Hát ezek a tanulók nagyon-nagyon jól ki tudják magukat fejezni, és azért is jönnek ide, mert valamit akarnak mutatni magukból. Akár legyen ez egy prózai szöveg, de nagyon sokan például énekkel is meg tudják mindezt csinálni, és nagyon örülünk is neki, hogyha énekzenei tudással tudják gazdagítani az iskolánk színfoltját. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik kvázi átlagon felüli beszédkészséggel kell rendelkezniük, hogyha erre a tagozatra érkeznek? Vagy önök ezt részesítik előnyben a felvételén? Természetesen nem, hiszen nem születik mindenki nagyon jó beszélőkével. Én azt gondolom, hogy ezt lehet tanítani, de persze van egy meghallgatásunk a felvételén, egy szóbeli meghallgatás. Mire nem kíváncsiak? Mondanám felvételinek, hanem valóban egy meghallgatás. Szeretjük megnézni már amennyire ebben a kis időben lehet a tanulók személyiségét, hogyan ülnek le velünk, hogyan tudnak magukról beszélni, hogyan tudják felvenni a fonalat. És ezen felül azért elvárjuk a tanulóktól, hogy hozzanak nekünk egy-két verset, vagy novella részletet, tehát amit prózában el tudnak mondani, vagy ahogy említettem, mondjuk énekelni, hogyha tudnak, azt nagyon-nagyon szeretjük. És bocsánat, és ezen kívül még van egy icike-picike felsőbb évfolyamosokkal egy drámajáték, tehát egy szituációt kell egészen egyszerűen eljátszaniuk. Hú, ez milyen nehéz lehet. Mit tapasztalnak, hova mennek azok a diákok tovább tanulni, akik a drámatagozaton érettségeznek? Sok fejre. A színészképzőbe színművészetét is mindig meg szokták próbálni, de nem ez a cél. Tehát, hogy mi ezt hangoztatjuk is 4 éven keresztül, hogy nem színészképző a mi iskolánk, de bármilyen kommunikációval kapcsolatos felsőoktatást szívesen választanak a diákjaink. Hogyha 4 év után esetlegesen mégsem e felé szeretnének, akkor bármilyen továbbképzésben vagy felsőoktatásban el tudnak menni, hiszen a képzés, az alaptantárgyak, azok nekik is ugyanúgy megvannak.
Tehát ők is választhatják a média szakirányokat a főiskolákon, egyetemeken, akár csak azok, akik a média tagozatra járnak? Bármit választhatnak, hogyha érettségiznek mondjuk médiából. De persze ők ebből a szempontból hátrányban vannak, hiszen nem kapják olyan magas számban, mint az említett média tagozatos diákjaink. Igen, a médiás diákjaink inkább média irányultsággal foglalkoznak, és a továbbtanulásban is szeretettel választják, plusz még érettségiznek is médiából. Ez mit jelent? Milyen óráik vannak konkrétan? Tehát, hogy megtanulják azt, hogy hogyan írjunk a semmiből egy újságcikket, hogyan menjünk utána egy hírnek, hogyan készítsünk riportot, interjút, igen, forgassuk is le adott esetben, rádióinterjú verzióban is készítsük el. Ez nagyon nagy tudás és nagyon sok tapasztalat szükséges ahhoz, tulajdonképpen hogy valaki jól tudja csinálni. Hasonló, amit elmondott, és kevés is a 4 év, én azt gondolom. Tehát tényleg rengeteg mindent át lehet adni, és szerteágazó művészetről beszélünk. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy 9. osztályban egy alapozó tárgyal kezdenek a diákjaink, és igazából a fotónak, a videónak, a fényképezésnek, a filmtörténetnek sok-sok ágát, az alapját átnézik, megtanulják, csoportban dolgoznak, projektben dolgoznak, és azután, miután a 9. év eltelt, valamilyen kép kialakul bennük, és azt gondoljuk, hogy 10. már tudnak szakosodni ezek a diákok. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 2 szakirányt tudnak választani. Valakit jobban érdekel a fotózás, a fotóművészet, valakit pedig a videózás, a videóval kapcsolatos képi világ. Tehát ez a 2 szakirány, ami választás elé állítja a diákokat, vagy videó, vagy fotó. Ez az irány, és utána ezt bontják ki 3 év alatt, és igen, elég aprólékos munkákat is végeznek ezek a diákok. Van külön média érettségi tantárgy is. Így van, így van. És akkor ez azt jelenti, hogy ők média ismeretből és média művészetből, mert hogy így hívják az érettségi, igen, tantárgyakat, ez... mennek az érettségére is. Így van, ez egy tantárgyról beszélünk, szeretettel választják 5. tantárgyként. Tehát igazából a választott tantárgyal is megvannak, hogyha lehet ezt mondani, szeretik és sokan csinálják. Ez egy projektjellegű érettségi, úgyhogy én azt gondolom, hogy szívesen választják a tanulóink. És akkor belőlük lesznek a jövő újságírói, fotóriporterei, operatőrei? Tehát, hogy azt látják, hogy maradnak ezen a pályán? És nem kötelező mindenkinek ezen a pályán mozognia. Én azt gondolom, hogy mivel papírt, végzettséget mi nem tudunk adni, hiszen egy érettségi bizonyítvánnyal zárják a 4 évet, de azért a 4 évben történő rengeteg munka azért eléggé bele pillanthat, vagy rálátást adhat erre a szakmára. És ez előnyt jelent a média szakokon és a főiskolákon, egyetemeken? A felvételinél nem jelent pluszpontot, ugye médiából érettségiznek, ez nagyjából evidens, viszont én azt gondolom, hogy a tanulás szempontjából mindenféleképpen, hiszen nem csak elkezdenek valamit, hanem már gyakorlottan ülhetnek oda az egyetemi padsorok közé, ha lehet ezt mondani. És nem értünk még végére. A tagozatok sorának nyelvtagozat is működik önöknél. 6 éve indították el az emelt szintű német nyelvoktatást. Mi teremtette meg ezt az igényt? Azt teremtette meg, hogy nálunk angol és orosz nyelv volt az idegen nyelv, és rengetegen választották, vagy szerették volna a németet tanulni. És azért azt se felejtsük el, hogy a környező országokban azért német anyanyelvű emberekkel találkozhatnak, és azt gondoltuk, hogy van létjogosultsága. A létjogosultság az azt jelenti, hogy fél osztályt tudunk elindítani ebből az emelt szintű német oktatásból, és én azt gondolom, hogy elég magas óraszámban tudjuk oktatni a diákokat, hiszen 9-ben 7 plusz német órát, és onnantól kezdve pedig 6 plusz német órát adunk a diákoknak. Én azt gondolom, hogy ki kell használni a lehetőséget. Most már végeztek az első olyan diákok, akik önöknél emelt szinten tanultak németet.
Sikerültek a nyelvvizsgák? Sikerültek a nyelvvizsgák. Ugye mondhatni azt, hogy elvárás a középfokú nyelvvizsga, majdnem mindenkinek megvan. Az emelt szintű érettségire is nagyon sokan jelentkeznek. Hát az emelt szintű után ugye a felsőfokú nyelvvizsga, nem mondom, hogy mindenki letette, de én azt gondolom, hogy hosszú még a tanulás, ami előttük áll, úgyhogy szerintem nekik ez lehet a cél. Segítsen még abban, hogy pontosan milyen határidőket kell figyelni a diákoknak, illetve a szülőknek. Hétvégén írják az írásbeli felvételit, mindenkinek nagyon drukkolunk. Utána mi következik? Így van, ehhez egy kis puskát is hoztam magammal. Így van, most szombaton megírják az írásbeli dolgozatot. Ennek 2 pótnapja van, hogyha valaki esetlegesen betegség miatt nem tudja most szombaton megírni. Azt egyébként jeleznie kell az iskolában, ahol a jelentkezést megtette. 28. januárban és február 5-én van egy-egy pótnap 2 órakor, úgyhogy ezt meg tudja még tenni az a diák. Viszont nagyon figyelni kell, hiszen jelentkezni kell a középiskolákba, és a lapot, jelentkezési lapot február 19-ig kell minden egyes iskolába, középiskolába eljuttatni. Hát remélem, hogy mindenki legjobb tudását fogja tudni nyújtani az írásbeli felvételén, legalábbis nagyon szorítok mindenkinek. Ileuszkiné Varga Enikő, az Újpesti Bródi Imre Gimnázium és Általános Iskola Intézmény vezetője. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.